Tisztelettel köszöntjük a sajtó megjelent képviselőit, és természetesen általuk minden mezőtúri lakost. A mai sajtótájékoztatónk célja és apropója, hogy véget vessünk a találgatásoknak, és így már hivatalosan bejelentessük, illetve megnevezhessük a 2014-es országgyűlési választásokon, a Jászmagykun-Szolnok megye 4-es számú választókörzetében jobbik színeiben induló. Képviselőjelöltünket, aki nem más, mint Csányi Tamás, megyei alelnök és a Mezőtúri Alapszervezet elnöke, akinek ezáltal át is adom a szót. Nagyon szépen köszönöm a fölkonferálást is, és a lehetőséget is, hogy a sajtó és a média munkatársai előtt megtarthatjuk bemutatkozó sajtótájékoztatónkat. Egy pici korrigálásra szorul a fölkonf, mert Megyei alelnök nem vagyok még, de <laughs> még az is előfordulhat, hogy megelőlegeztük a bizalmat, hogy ez is bekövetkezik. Nem török erre a babérokra egyébként, vagy ezekre a babérokra egyébként. A célja tehát a sajtótájékoztatónknak valóban az, hogy bemutassuk a képviselőjelöltünket, vagyis hát én bemutatkozzam a mai napon. Nyilvánvalóan Mezőtúr lakossága engem már azért ismer, mind politikai, mind pedig a magánszféra alapján úgyhogy különösebben erről nem szeretnék szót ejteni, inkább arra helyezném a hangsúlyt a mai sajtótájékoztatónkon, hogy mezőtó lakosságát tájékoztassam arról, hogyan módosult némileg a nem is, nem is, kismértékben a választókerületek felosztása. A négyes számú választókerület most Jász Nagykun megyében az, ami nekünk jutott, és amelybe mezőtúr bele tartozik. Ennek a választókerületnek Törökszend Miklós adja a központját, és tulajdonképpen 23 kisebb, nagyobb település sorolható ide, tehát nem kis választókörzetről van szó. Ennek megfelelően szerintem hangsúlyosság válik az a tény, hogy egy mezőtúri jelöltje már biztosan van ennek a választókerületnek a jobbik ö, személyében, illetve a jobbik pártja személyenben. Ö, talált alkalmas jelöltet erre a, a pozícióra. Én igyekszem az elkövetkezendő időszakban a lehető legtöbb helyen ott lenni, megjelenni, akár mezőtúron, akár pedig a többi településen, lakossági fórumokon, sajtótájékoztatókon és egyéb rendezvényeken igyekszem ott lenni, hogy tudjak találkozni azokkal az emberekkel, akik kíváncsiak arra, hogy milyen programmal és milyen lehetőségekkel fog harcba szállni a Jobbik 2014-ben. Annyit már elárulhatunk, hogy a legfontosabb dolog, ami minket meg fog különböztetni a többi pártól, az az, hogy azoknak a pártja kívánunk lenni, akik már csalódtak az msp ben illetve a Fideszben is egyaránt, és őket kívánjuk megszólítani, nekik kívánunk olyan programot nyújtani, amely egy biztonságosabb országvezetést és egy tisztességesebb politikai mentalitást kínál a számukra. És hát nyilvánvalóan mindenki más számára is. Röviden, ennyit kívántam elmondani ezzel kapcsolatosan. Ha a média képviselői úgy gondolják, akkor kérdésekre is szívesen válaszolok. Köszönöm szépen. Hogyha még jelen pillanatban nincsen kérdés, mert nyilván ugye majd az idő elteltével azért egyre több kérdés is fakad akkor annyit hagy mondjak el, hogy tájékoztassam Mezőtúr lakosságát, hogy ö, ö, október 21-én egy lakossági fórumot fogunk tartani, ahol ö, velem is találkozhatnak Mezőtúr lakosai, illetve Murányi Levente országos alelnök jön hozzánk vendégségbe. Elsősorban nem politikai célzatú rendezvényt fogunk tartani, hanem a, az október 23-ai megemlékezésünk előestéje lesz ez tulajdonképpen. 1956-ról szóló előadást fog tartani Murányi Levente országos alelnök, aki átélte kamaszfejjel mindezeket a, a, az eseményeket, és erről egyébként könyvet is írt. Én nagy szeretettel várom ide az érdeklődő mezőtúriakat, és reményeim szerint itt sokan fogunk találkozni, és egy, egy méltó, módon, és méltó módon fogunk megemlékezni 1956. október 23-áról. Köszönöm szépen! A képviselői bemutatkozásán azt említett, hogy egy mezőtúri jelöltje már lesz az új választókerületnek, vagy egyes számú választókerületnek, Jászlókon Szónak megyében. Miért fontos ez a mezőtúriaknak? Én azt gondolom, azért fontos a mezőtúriaknak az, hogy egy mezőtúri képviselő jelöltje legyen, mert egyrészt lehet kit támogatni. Tehát fontos a sajátos ismerettség, a mindennapos találkozás lehetősége egyrészt. Másrésztől én úgy gondolom, hogy egy mezőtúri képviselő az országgyűlésben nyilván több lehetőséget tud mezőtúr számára, nyilván ha, ha patrióta jellegű beállítottságú, több lehetőséget tud mezőtúr számára megteremteni, tehát azt mondhatjuk, hogy egy picit részrehajló tud lenni a választókerületben, ami nyilvánvalóan itt mezőtúron előny, és természetesen ezt csak itt illik hangsúlyozni, hiszen egy képviselőnek 23 települése van, amelyet tulajdonképpen egyformán fontosnak kell megítélnie, de Lássuk be, hogy azért az elmúlt időszakok azt mutatták, hogy a mezőtúri képviselő többet tud tenni mezőtúrért. A mezőtúr elvesztette a választáson tulajdonképpen a választási körzeti funkcióját, ugye Törökszend Miklós a választási körzet központja, jelent ez valamiféle hátrányt? Hát nem tudom, hogy hátlányt jelente számunkra. Én sajnáltam egyébként, hogy ez így alakult. És hogyha valaki megnézi a választási térképet, én most megmutatnám. Tehát megmutatnám a választási térképet, illetve a választókerület térképét, ahol azt látjuk, hogy mezőtúr jószerivel a közepén helyezkedik el ennek a területnek, tehát egyforma távolságok vannak minden irányba. Törökszent Miklós pedig itt a szélén, úgyhogy innentől, ugye, ha nézzük Törökszent Miklós és adott esetben csép a távolsága, azért ez egy eléggé jelentős távolság. Innen széléről valamit irányítani igen nehéz a megítélésem szerint, tehát én jobban örültem volna egy központi elhelyezkedésű nagyvárosnak, mezőtúrnak. Hát volt már erre példa többször is, hogy a városunk elvesztette vezető szerepét, nyilván én ezt, ezt, ezt sajnálom, és ez ellen már tenni nem hiszem, hogy fogunk tudni valamit. Ezt a helyzetet el kell fogadnunk, és ennek kell megfelelni most. Ugye körülbelül fél év múlva lesznek a 2014-es országgyűlési választások. Láttuk a térképen a körzetet, sok nagyváros és még több kisebb város. Hát hogy fogja ezt győzni a? jobbik képviselőjelöltje. nehezen, természetesen, de örömmel járom be ezt a vidéket. Az én számomra ez, ez, nem ismerős vidék, még ezt meg kell vallani, hiszen én elsősorban mezőtúrra helyeztem a hangsúlyt az elmúlt három évben. Ugye a városi képviselőként elsősorban az itteni ügyekkel igyekeztem foglalkozni, és az itteniek problémáját igyekeztem valamilyen módon képviselni. Ennek megfelelően nekem sok időbe fog telni az, hogy ezt a körzetet bejárjam, de nagy örömmel és szívesen fogok elmenni. Például hogy egyet említsünk Cibakházára október 30-án, ahol dr. Apáti István országos, országgyűlési képviselővel közösen tartunk majd egy fórumot, de még ezelőtt október 25-én pedig Szolnokra is el fogunk tudni jutni, ahol viszont a megye mind a négy képviselő jelöltjét bemutatja Volner János országos alelnök egy fórum keretében. Tehát elindult tulajdonképpen a gépezet, bár hivatalosan kampány nincsen, én ezt úgy nevezem ezt az időszakot, hogy az ismerkedés időszaka, nekem is a területet meg kell ismernem, a lehetőségeket, a problémákat föl kell mérnünk, úgyhogy ezt a ö, október, november, decemberi időszakot erre fogjuk szállni. Az elmúlt választáson a Jobbik kiemelkedően jó szerepelt Jász Nagykun Szónok megyében és mezőtúron is. Ez 2014-re átmenthető -e? esetlegesen, ö, hogy látja képviselő jelölt úr erősödetteit a Jobbik? Én abban bízom, hogy igen. Annál is inkább, mert olyan pártokkal kell most mérkőznünk, amely pártok már bizonyítottak méghozzá nem feltétlenül pozitív irányban tették le a az éremnek a, a mindkét oldalát ebben az esetben, hogy teljes képzavarral éjek. Tehát az emberek csalódottak, az MSP kormányzása nem hozta el annak idején azt a várt változást, pozitív változást, amit reméltek tőle. A Fidesz ugye óriási erő, előnnyel nyerte a 2010-es választásokat, de igazából a propagandán kívül sok mindent nem tudnak felmutatni, és az emberek a csalódottságuknak adnak hangot. Én abban bízom, hogy a csalódott embereket meg tudjuk szólítani, hiszen elsősorban azt hangsúlyozzuk a mostani kampányunkban, hogy azokat a, a, azoknak a pártja kívánunk lenni, akik csalódtak a Fideszben és csalódtak az MSZP-ben egyaránt. Úgyhogy én azt hiszem, hogy, hogy ilyen módon biztosan föl tud mutatni a Jobbik egyfajta erősödést, és bízom azt, hogy ezt szavazatokban is majd meg fogjuk tudni valósítani. A Jobbik Magyarországért Mozgalom elsőként ő, ő, mutatta be, hogyha jól tudom, a négyes számú választókerületbe a országgyűlési képviselőjelöltet. Miért tartják ezt fontosnak? Én azért tartom ezt fontosnak, mert a találgatásokra már nem, nem, kell energiákat fordítani, és minél hamarabb ismerjék meg az emberek azt, hogy ki az a jelölt, akivel majd találkoznak úton útfélen reményeink szerint az elkövetkezendő időszakban. Nem kívántuk ezt titkolni a továbbiakban, rengeteg feladat vár ránk a kampány előtt is még, ugye említettem azt, hogy az ismerkedés időszakát kell most megélnünk, és ezt úgy gondoltuk, hogy minél hamarabb elindítjuk, talán annál, annál komolyabb abban meg tudjuk ismerni ezt a kerületet.